Ebben csak vizet találunk ebben az üvegházban, és fenolftalén oldatot tettem rá, a fenolftalén oldat feloldódott benne, és egy színtelen az oldat, ez azt jelenti, hogy ennek olyan semleges közeli a kémhatása, mert a csapvíznek olyan semleges közeli a kémhatása. Tehát ha káliumot teszünk a csapvízbe, akkor a kálium-fém reakcióba fog lépni a vízzel, és megnézzük ezt a reakciót. Kiválasztok egy kis darab a káliumot. Hogyha a kálium nem elég kis darab, mert nagyon reakcióképes, és kicsit nagyobb rögökben van itt nekem benne, ez a fém, akkor én ezt valahogy még ketté is vágom. Hát, hogyha nagy darab a kálium, akkor ezt késsel, vagy akár ezzel a csipesszel is ketté tudom vágni, mert a kálium egy puha fém. Na most mindenki jól figyeljen, bele fogom dobni a vízbe, nézzük a történéseket. Nagyon gyors volt a reakció. Megfigyelhettük először is, hogy a kálium lesüllyedt a vízaljára, majd felemelkedett. A tetején, mint egy megolvadva szaladgált, meg ilyen kis gömböcskévé olvadt meg. Tehát olyan heves volt a reakció hője, hogy a káliumnak alacsony oldáspontja miatt meg tudott olvadni, meg is tudott gyulladni, és láttuk, hogy ilyen lilás színű, ibolya színű lánggal ég a kálium. És milyen lett a fenolftalén oldattal a víz kémhatása? Az pedig lúgos lett, mert kálium-hidroxid keletkezik a folyamatban. Megnézzük még egyszer, meg a villanyt le is kapcsoljuk, hogy talán jobban látszik majd a lilás színe a kálium égésének. Esetleg az egész villanyt le is kapcsolhatnánk, ha megkérdezik valakit. Mert meg akarjuk figyelni a lángfestés. Nézzük még egyszer, heves lesz tehát a reakció. És már kész is vagyunk. Tehát ismételve a kálium hevesen reagált a vízzel, időközben megolvadt, és a megolvadt kálium a víz tetejére felúszott, és lúgos kémhatású lett a vizes oldatunk, mert kálium hidroxid képződött a lúgos kémhatású oldat, az oldat ettől lett lúgos, arra pedig abból következtetünk, hogy milyen lett a fenolftalénünk, hát a lúgos kémhatás mutató rózsaszínes színű.